Újat alkotni jó. A műsor és a tehetségek támogatója a Samsung. Aldi, a friss hazai ízek és dalok támogatója. A Dalfutár mobilitási partnere a Skoda. Hölgyeim és uraim, íme a hatodik Dalfutár évad, és idén ez már a második. Szerzőkkel, dalokkal és kalandokkal a vállamon újra bekarikázom a hétfő estéitekbe. Ebben az évadban is tehetséges fiatalokat és rutinos vénrókákat beszélek rá, hogy játszanak velem. A szabályok változatlanok, az alkotók úgy hoznak létre egy közös dalt, hogy eleinte nem tudják, kikkel dolgoznak össze. A titokra mindig csak a stúdióban derül fény, ahol egyetlen napot kapnak, hogy megszülethessen az emberiség egyik legnagyszerűbb vívmánya, a dal. A könnyű és kemény műfajok közös dilemmája, hogy vajon az évtizedes rutin, vagy az ifjonti héve a sikertitka. Dalfutárként a kettő kombinációjában látom a megoldást. De bármely korosztályról legyen is szó, kezdetnek mindenképp kell egy ütős zeneszerző. Sziasztok! Hello! Hello! Hey! Szevasztok! Hello, hello. Hey. Megpróbáltam férfiasabban bejönni. Szia, Hajos András. De akkor miért nem sikerül? Szevasz. Csatlakozhatok? Vagyis persze, hát úgy érzem, hogy kell is. Csatlakozz. Eleve ez hogy történik? Ide bemászol. Ó, oh, ez nagyon az. Menő. Tutor Zoltán, bár biológia és kémia tanárként diplomázott, mégis a Nyers zenekar frontembereként lett országosan ismert a nyüzsgő 90-es években. Zenei karrierje mellett volt már rádiós és újságíró, és a mai napig aktív szerepet vállal a zenei jogvédelem területén is. Számos játék és dokumentumfilm, illetve színdarab zeneszerzője és szövegírója. Zenekara a Belmondó. Hova jöttem? Az edzésedre? Még a bemelegítésnél tartunk. Nektek van ilyen a kezeteken? Kezdjük azzal, hogy te is kapsz egy bandásnak hívják. Ez vigyáz a csuklómra, ez ugye? Vigyáz a csuklódra, igen. Hát ezt akartam is kérdezni, hogy te, mint gitáros... Ez az még elég. Nem akartál volna olyas valamit választani, ami nem batta szét a kezeidre? Gyerekkorom óta, vagy kiskamaszkorom óta dilemma. Újjakat szét. Ugyan azért én bunyóztam, mikor kicsi voltam, de közben a zongoratanárnéni, mert én ugye zongorázni jártam, még akkor is a gitáros vagyok, a zongoratanárnéni mindig mondta, hogy tessék most már eldönteni, hogy melyik akarsz lenni, aztán se a zongora, se a bunyó, hanem az lett, hogy gitáros lettem. Jött ez a rock and roll dolog, úgyhogy idő előtt elengedtem, és nagyon, nagyon sokáig kimaradt az életemből, és majdnem 30 éves szünet után így eszembe jutott, hogy mi a fenér nem kezdek el megint ezzel foglalkozni. És jó voltál egyébként? Vagy lehetett volna valaki, ha a rakendról nem viszi félre? Azt gondolom, hogy lehetett volna. Adottságai jók, nagyon kemény, nagyon jól bírja a pofonokat. A mozgás koordinációval néha azért vannak gondok, de mondjuk ezt... Hát nem ők egy nagy táncos. Igen. Na, mutatok egy mozgásformát, az a lengyel box, nagyon egyszerű és nagyon fárasztó. Azt jelenti, hogy fölle tapossál a lábaddal, így szökesz, fönn a kezek, és csak bal, jobb, kinyújtod folyamatosan. Láblendítés, na, bajok egyszer, jobb, egyszer, amennyire megy. Beszarnátok, ha most lemennék spárgába, mi? Vele tudnál? Nem, én is beszarnék, és úgy maradnék. Együtt fogtok mozogni, kontakt nélkül, az Oli irányít, tehát én megpróbálod a mozgását itt a rimbe lekövetni. Ez az. Úgy. Nagyon érdekes, mert ismerlek 30 éve, de ezt az arcodat, ezt a kis... Mindjárt megütsz. Benne van a tűz. Jó, idő. Viszi szusszanyatot. Oké. Okay. Én most megvagyom. Hoppá. Sok gyereket közül már látott téged valamelyik így, vagy már valamelyiket? Ja, persze, már volt is lenn edzésen egy-kettő. De nem akarod, hogy boxoljanak? Hát, hogyha őket érdekli, akkor boxolhatnak. Egyébként inkább azt látom, hogy a legkisebben kívül egyikben sem látom ezt a vehemenciát, hogy
ilyen nagyon küzdő sportos. A legkisebb benne van. Igen. Jó lesz. Nálunk meg, mire ez adásba kerül, addigra már úgyis nyilvános, nálunk meg jön a következő gyerek. Képzeld, ne hülyeskedj! Hatodik gyerekem. Komolyan, aha. Hatodik gyereked, és ilyen hatodik gyereked. Hát, hogy a jóisten is úgy akar. Egyfelől nagyon örülök, másrészt nekem csak kettő van, de napi szinten foglalkozom velük, és érzem, hogy szükség van. Igen, de az a tapasztalat, hogy a több gyerek az azért jó, mert egy idő után elkezdenek egymással is foglalkozni. Szerintem minél kevesebb a gyerek, annál nehezebb. Én azt szoktam mondani, hogy én szeretem, hogyha mindig van babaszag otthon. Szerintem most iszonyú sok levelet fogunk kapni. Várjál, álljunk így, és kicsit mély hangon mondjuk. Mondd ezt végig egyszer el, hogy szeretem, hogy babaszag van otthon? Én szeretem, ha mindig babaszag van otthon. Tudod, ott ült ez a kislány az ölemben, és énekeltem neki. Csiga, béga, gyerek. És azt éreztem, hogy a helyemen vagyok. De a kisbabája is ott volt, nem? Mi? Ja, de hülye vagy. Megy, úgy-úgy. Mi van, elfáradtam? És ez van közben fölül? Az van. Visszapattant. Annyira kontaktlencsén b***tam magam. Tényleg? De föl kell állni. Amikor zenészekkel boxolok, akkor mindig kiderül, hogy egészen ügyesek. Ez a sporthoz nagyon szükségeltetik a jó ritmus érzék és ütemérzék. Meg az érzékenység. Őt 2-3 edzés alatt föl lehetne olyan szintre hozni, mármint Andris, hogy akár egy ilyen kis házi mérkőzésnek is lenne értelme, hogy így kipróbáljuk egymást. Búf, büledőköm van, húsznak, romlálom, megállék, csendbara, felregalós párcsalak, büledőköm. Ez az. Egyáltalán nem rosszabb csinálsz. Ez az. Én kicsiket visszaüthetsz várra, meg tesse, nagyon minimálisan. Ez az. Horgot is üthetsz, egyenes meg horgot. Mozogjál lábon, kicsit próbál, kicsit távolabb lenni, Zoli. Ez az, hogy kijön az egyenes. Húj a levegőt, András. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Korok volt, jó volt. Valaha összeszámoltad, hogy hány dalt írtál már? Körülbelül 500-at. 500 400, vagy több mint 400 szám le van jelentve, de 500-at biztosan írtam. Hogy mondhatsz pont te ilyet, hogy nincs mindegyik lejelentve? Vagy itt nem volt fontos? Hát nem ezek ilyen korai dalok ám. Még a nyers indulásakor 15 évesek voltunk, és akkor tudod, még ilyen sportgitározás van, tehát ki tud gyorsabban gitározni, ki tud egyszerre több hangot, ki tud olyan dalt kitalálni, ki tud olyan számtémát kitalálni, hogy minél több motívum legyen egy dalon belül. Aztán, amikor rájöttünk, hogy akkor fél óra lesz egy dal, akkor azt szétszabdaltuk 2-3 témánként, és csináltunk belőle egy-egy, akkor még természetesen metal számot. És az mikor jött meg neked, hogyha te azt játszod az osztálytársaidnek, hogy akkor azt mondják, hogy Nem nagyon játszottam ilyet, mert képzeld, mikor olyan idős voltam, hogy ilyen tábor 10-es gitározás lett volna, akkor ezt így lesajnáltam, és én akkor játszottam a Slayer-től a Fight Till Death című számot, amilyen... Ezen nem lehet csajozni. Nem. De egyébként mondjuk a Beatles már akkor is tudtam, és akkor... De mindig azt mondták, ami már egyébként gyerekkoromban is a könyökömön jött ki. Let it be, meg... Hey June... És akkor elénekeltem az első refrénig, de akkor is az érdekesebb dalokat akartam megmutatni, azt mondom, nem ismerte senki. Meg arra jöttem rá, hogy ha komoly dalokat írok, akkor tényleg hülyének néznek, úgyhogy elkezdtem hülyeségeket írni, hogy van túl szívó, ha lemegy a nap, hány tál teje van a cicid alatt, ez egy nyers szám volt például, csak a nettó tömény ökörség volt. Aztán elkezdték komolyan venni, mert azt viszont annyira következetesen csináltuk, meg olyan érdekes zenei, meg meglepő zenei fordulatokkal, hogy abból elkezdtek ügyet csinálni. És azt én miért gondolom, most egy picit úgy a Beatlesről olyan, és a Beatlesnek mondom kifejezetten, ahogy akkor mondtuk. A stop táblára sem mondjuk azt, hogy stop tábla. Stop table. hogy én olyan Beatles-esnek gondolok, meg én az a te dalaidban hallom a mai napig a mi generációnknak azt az egyik utolsó elemét, akik még úgy szeretnek dalt írni, hogy azért abban egy hangnemváltás legyen, hogy egy meglepő fordulat. Így van, melódia, harmónia legyen benne. Refrének, amik önmagába fordíthatóan, sokszorig játszható. Igen. Te szereted ezt, nem? Nagyon, nagyon. Hát ebben nőttem föl. Egyébként én ilyen
28-30 éves korom még próbáltam menekülni ezelőtt, tehát próbáltam a nyerset is olyan irányba vinni. Kemény srác, nem? Igen, pankosabb. Hát igen, pankosabb vagy kísérletezőbb. Aztán rájöttem, hogy egyszerűen nem lehet, tehát hogy önmagamtól mindig olyan számot írok, mintha ez egy Beatles szám lenne. Oda már elértél arra a megnyugvási fokra, ami mindenkit szerintem nagyon bölcsé tesz, és nagyon jót tesz a dalainak is, hogy néha azt érzed, hogy ezt most megírtam, és egyáltalán nem kell megmutatnom senkinek, mert én most, amíg ezt megírtam, én tudom, hogy én átéltem azt, és ez jó, és jó lehetne, és tudod, hogy lehetne, és mi lehetne belőle. Az én életemben van erre egy látványos példa, és így naptár szerint is pontosan tudom, mikor jött el ez a pillanat. Az első ilyen dalom, amit megírtam, és tudtam, hogy nem akarom soha senkinek megmutatni, a Mikor című dal, amit a Zsanynak írtam, és pont 10 éve kezdte el játszani nagyon a Petőfi Rádió, és én azt több mint egy évig tartogattam, és nem akartam senkinek megmutatni, és a feleségem könyörgésére vettük végül össze, és én ott éreztem azt, hogy már írok egy olyan számot, amit csak neked, csak nekünk, és azt nem azért írtam, hogy abból legyen valami is, és annyira vicces, hogy ez az félig meddig azért abból a dalból élek. De akkor vannak a fiókjaidban dalok, mert hogy én ugye egy dalt akarok tőled kérni. De a fiókból vagy csinálják egy hát ezt beszéljük meg, a dalfutár ugye azt a játékot játsza végig, ezt minden alkalommal elismételjük. Te vagy most a lánc eleje zeneszerző. Aha. Én jobban szeretem, ha valaki nekünk ír, de úgyse tudom ellenőrizni. Rádiós lágert akarunk írni, de ez nem jelenti azt, hogy tudsz, vagy nyitott vagy minden. Én egyébként mindegyik dalomat úgy csinálom, hogy hát a popsláger lesz. És mindig gitárból indulsz? Nem, általában fejben találunk el számokat. Komolyan? Aha. Bármilyen hangszerre zoló leülés, az mondjuk 10-ből 9-szer olyan, hogy már tudom, hogy mit keresek. És arra fel vagy készülve, hogy aztán ezzel így jól dolgozol, esetleg meg is szereted, és utána szétbasszuk. Hát ettől tartok egy picit. Tehát mondjuk azt tényleg nem szeretném, hogyha ilyen Copacabana latin feeling lenne valami teljesen más irányultságú dalomból, de minden mást elviselek. Most egyébként jár a fejembe egy dallam, ami inkább ilyen kis szomorkásabb. Hát ennyi akkord manapság 20 popdalma van. Jó, de ennél csináltok egyszerűbbet. Arra is gondoltam, hogy a kicsi fiam, a Simon fiam, ő nagyon ügyes ezekben, pont ez ilyen 3 akkordos dalokban, 9 éves egyébként. És megúszod a gyerekkel, tesó. A gyereket dolgoztatod. Elhívlak a műsoromba, és a gyereket dolgoztatod. Hogyha az ő ötletét is használom, vagy az ő ötletét használom fel, akkor el fogom mondani, hogy ez mi, sőt, lehet, hogy úgy ködöm be a dalt, hogy vele énekeltetem föl, majd én meg majd kísérem. Adok rá egy hetet, mindenki egy hetet kap. Nagyon izgalmas lesz ez a dolog. Szevasz, elkéstél már? Már kávé elkéstem, igen. Jó van. Bunyó, gitár, ez ilyen szép férfi délután volt. Már csak az kéne, hogy közös zuhanyzás? Mi? Eldobom majd én a szappont. Jó. Két ötletem volt egy egyszerűbb, meg egy komplikáltabb is. A komplikáltabb valami jobban megmaradt a fejemben, de lehet, hogy ez csak a legcivilebbeknek komplikált. Nekem sokkal kecsibb, sokkal ragadósabb. Ilyeneket csinálunk mi itthon. Így is van. Messzeringó kamaszkorom egyik csodája volt a háztartási videómagnók megjelenése. A béna hangalámondással szinkronizált filmek óta áhítozom arra, hogy egyszer én is szórakozhassak valami ilyesmivel. Mivel szövegírónk pont akkoriban látta meg a napvilágot, őt is magammal vittem egy kis mókára. Nézd meg, itt van egy ilyen bunker lejárat, egy budai ház hátsó udvarán, és le foglak vinni egy csodabirodalomba. Nem félsz? Nem. Még. Gyere! Nagyon mélyre lemegyünk.
És addig pedig a kedves nézők közelről nézhetik a tarkunkat. Szabó Benedek 1987-ben született Baján. Szüleitől örökölte az irodalom, a film és a zene szeretetét. 14 éves korától kezdve játszik zenekarokban, bár gitáros dalszerzőből időközben billentyűs és basszusgitáros is lett. Legismertebb zenekara a Galaxisok. Mellette játszik shoegaze garázs rockot, analóg ambientet, indie folkot és surfpopot is, bármik is legyenek ezek. Voltál már ilyenbe vagy akár itt valaha? Szinkron stúdióban még soha nem. Azt a mindért. Kézzed, ott van a mi Moldvai Márk kollégánk, ő fog nekünk segíteni, mert hogy én azt találtam ki, mert azt hallottam rólad, hogy te nagyon oda vagy a filmekért. Ez így igaz. Ezzel sokan így vagyunk, és egy igazi profi stúdióban egy filmet újra fogunk egy kis részletét szinkronizálni. Wow. Gyere, nézzük meg a jelentet, hogy miről van szó, egyből le fog esni szerintem, hogy mi ez. Már egy is sejted? Én tudom. Na, azaz? Igen, ez a Hippolit. Hippolit a lakhá. Ennyiből tudtad? Igen. Hát klasszikus. A Hippolit egy nagyon fontos film a magyar filmtörténetben, mert ez volt a második magyar hangos film. Mint olyan egyébként mai szemmel is nagyon nézhető. Kicsit olyannak tűnik, mint egyébként ilyen egy helyzet köré épülő egymásra dobált sketcheknek a sorozata. Segítek támogatni. Bírod ezt a világot? Igen. És én erre írtam egy szöveget. Á, hogy átírtad a szöveget? Átírtam. Tehát nem azt csinálják úgy ugyanazt mondjuk, amit ők, hanem én finoman, lájtosan átírtam a szöveget. Ide fogunk állni. És Isten. Hát nem tudom, én se csináltam még ilyet, de valahogy összerakjuk. Figyelj, indítsd el, mutatom, hogy én kb. Mire gondoltam. Van szerencsém, kedves Szabó úr, magát is meghívták a dalfutárba? Igen, szövegírónak. Na is magát? Én zeneszerző leszek. Jó, de akkor várjál, fel kell venni egy ilyen rádiókabaré. Van szerencsém, kedves Szabó úr. Magát is meghívták a dalfutárba? Igen, zeneszerző. De várj, valamelyikünknek már eleve ilyen, mint ahogy ugye a film. Valaki már be van rúgva. Igen, zeneszerzőnek. Na és magát is? Szerintem menjen egy próba élesben. Magát is meghívták a dalfutárba? Igen, szövegírónak. Na és magát is? Én szövegíró leszek. Jó, fussunk neki megint, de várjál. Nem működik a nazális tónus sem. Hogyha beáll a ritmusa, az jót fog neki tenni, aha. És akkor lehet egyre több átéléssel a hangszint is megcsinálni. Finoman jelez veled nekünk, hogy ez itt szar. Igen, ez a... És magának van... Srácok, egy gond van, hogy végig nevetgélnek közben. Azt kéne hozni. Hát... Passzus, hát egy francia végjátékban, egy Louis de... Nem lehet egy külön nevetgélő sávot. Jó, akkor nyomjuk, hát attól még jobban karakter. Figyelj, lehet, hogy ezt nem véletlenül színészek szokták csinálni, ezt, és ez egy szakma. Bravo! Magát is meghívták a dalfutárba? Igen, szövegírónak. Na és magát? Én zeneszerző leszek. Na, ez már legközelebb alakul. Heherész, és ez nagyon, nagyon perverz, nagyon jó. Fel vagy pörögve, ez jó buli, figyelj, nem? Visszahozott figyelj. Az életbe. Az első felében a foglalkozásnak úgy éreztem, hogy az életem egyik legmegalázóbb fél órája lesz. De a végére nagyon jól éreztük magunkat, olyan volt, mint egy kollégiumban, egy szobában lennénk csütörtök este, és ezzel szórakoznánk. Mimi! Nyomács! Innen tegye ki az asztalra, ami magánál van. Na megint? Vagy csak innen? Innen. És magának van bármi ötlete? Sajnos. Nekem az égvilágon semmi ötletem nincs. Ajaj. És? A kis Mimi. Ha megtetszik, a p***nyám. Jó, igen. Ez így ez. Ott kiestem, pedig annyira benne voltam. Na, innen megyünk akkor, jó? Kis Mimi, pá! És mit csinál a lány? Nézzük meg. Aha. Vegyük is. Rendben van, de a rendezvú az rendezvú. Rendben van, papácskán vagy. Megvan ez. Megvehető. Ekkora tehetségek, és itt szunnyadnak. Itt vagyunk elásva. Sötétben. Ha Amerikába születtem volna. Figyelj, van egy olyan verzió, hogy én szeretnék a Benedek barátommal, azt nem mondom, hogy kézenfogva, de leülni oda, és így átélni, hogy egy ilyen moziterembe
egyszer így megnézzük, amit mi alkottunk. Igen, lehet, hogy soha többek nem lesz. Beleerőszakoltuk munkat a magyar filmtörténetbe. Igen. Aha. Na? Van szerencsém! Kedves Szabó, hát magát is meghívták a dalfutárba? Igen, szövegírónak. Na és magát? Én zeneszerző leszek. És magának van bármi ötlete? Sajnos. Sajnos? Sajnos nekem az égvilágon semmi ötletem nincs. Ajaj! Mindjárt itt az énekesnő. A kis Mimi. Jobb lesz, ha szegénynek hazudunk valamit. Pá, kis Mimi, pá. Aras művész, engedje meg. Pincér, rúgjunk be azonnal. Anyácskám. Tessék. Nekem holnapra elő kell állom valami szövegecskével. Igen. Tudja, én drogok nélkül már nem tudok alkotni. Nagyon helyes. Az egész közösség is drogos. Holnap délelőtt átmegyek és beveszünk mindent, és nem lesz semmi baj. Én úgy be vagyok állva, hogy tisztán a dalokat látok magam előtt, be sem szavamra mondom. Mimi, nyomás! Ide tegyek ki az asztalra, ami magánál van. Mindent beveszünk, be minden eszünk. Minden eszünk. Bassza meg a hajót! Rendben van, kis öregem. A rendezvú az rendezvú. Ja, Istenem, hát figyelj, már nagyon köszönjük. Azért... Életem egyik csúcspontja volt. Na jó van, figyelj, én ezt iszonyatosan élveztem. Köszönöm, hogy partnerem voltál ebbe. Én nekem ez tényleg egy felejthetetlen élmény. Na figyelj, térjünk vissza közben arra, aztán ha szépen megcsináljuk a dolgunkat, akkor még egyszer megnézhetjük, jó? Jó, legyen ez a cél. Hogy dalszöveg, dalszövegírás. Szerettek szövegeket írni, meg hát nyilván a saját zenekaromnak a világa is elsősorban a szövegeiről lett ismert, és én írtam is néha másoknak szövegeket, benne nagyon-nagyon ritkán, úgyhogy nagyon várom, hogy most nagyon kíváncsi vagyok, hogy most milyen lesz ez a dolog, mert ez azért egy olyan dolog, ami nem mindig működik az embernél, hogyha megkeres valaki, és azt akarja, hogy írj egy olyan szöveget, amilyet te egyébként szoktál írni a saját számaidra, és küld valamit, ami egészen más zenei világ, és te ahhoz megpróbálsz ösztönösen hasonulni. És akkor egyikőtök sem azt kapja, amit szeretett volna. És én azt szoktam csinálni, hogy én leülök a zongorához, vagy a gitárhoz, és leszedem a számot, amit átküldtek, és addig játszom körbe-körbe, amíg elfelejtem, hogy ezt valaki más írta. Aha, és csak akkor, sajátod lesz. Akkor kezdek rá szöveget írni, és ez így szokott. Ez de érdekes írni. Módszer, igen. Ez így tök logikus. És ezeket aztán alázattal tudod viselni? Meghajolva azelőtt, hogyha mondjuk egy énekes azt mondja, hogy figyelj, ez nekem nem áll jól, és mondjuk pont egy olyan szóra, vagy egy képre mondja, ami neked meg mondjuk iszonyú fontos volt. A dalfutárban szerintem az a jó, hogy ez a műsor egy játék. 95%-ban nem így zajlik a valóságban egy zenekar. Mert általában jön egy zsarnoki természetű frontember, mint én, aki megmondja, hogy ez lesz és kész. Ilyen vagy egyébként a zenekarodban? Meg nagyon sokan ilyenek. Én is ilyen vagyok. Viszont a dalfutár szerintem azért rendkívül és rettenetesen izgalmas, mert a dalfutár egy játék. Keretein belül ezt megváltoztatja, és létrehozza ezt az idealizált, ilyen utopisztikus demokráciát. Ennek ez a lényege, és szerintem ezért nem szabad megsértődni, meg hisztizni, mert ez teljesen más. Na, megmutatom a dalt. Nem az én műfajom, viszont éppen ezért lesz nagyon izgalmas. Nyilvánvaló, hogy nem az én világom zeneileg, és mondjuk a harmónia menet sem olyan, amit én egyébként feltétlenül írnék otthon, de valóban ebben az egészben az a jó, hogy az ember a saját komfortzónáján kívül kerül.
viszont prozódiailag nem lesz annyira nehéz erre írni. Nagyon-nagyon jó, hogy tényleg nagyon, nagyon karakteres ez a felénekelt dallam, és azt hiszem, hogy aki írta, az tudja is, hogy mit akar. Tulajdonképpen, most figyelj, most egy hatalmas csattanóval átkötöm, tulajdonképpen pont úgy, ahogy mi ráillesztettük az ő mondataikra, Látom, hogy mit csinálsz itt. Semmi se véletlen. Szerintem ezt megbeszéltük. Meg. Ennek nagyon örülök. Ugye, hogy sokkal jobban érdekel minket, hogy még egyszer megnézzük saját magunkat? Valljuk be, hogy igen. Igen. Hogy megértem. Az első dolog, ami feltűnt nekem, az az volt, hogy ez a téma és ez a dallam, amit a számomra egyelőre ismeretlen dalszerző feldudolt, ez biztos, hogy nem működik egy végtelenül szentimentális és nagyon direkt módon megélt szöveggel, mert akkor valami túlságosan is gicses dolog lehet belőle, és ezt igyekeztem elkerülni. És akkor arra jutottam, hogy miért ne szólhatna ez arról, hogy van egy főszereplő, aki egyébként az én képzeletemben mindenképpen egy nő, függetlenül attól, hogy az énekes férfi vagy nő lesz, szerintem ez nem szoroz ebben a szempontban. Aki sokat gyere kénytelen végighallgatni valamelyik hódolójának a nagyívű hősies történeteit, és végighallgatni azt, hogy ez a csillagokat is lehazudja az égről, és ez a főszereplő ez közben pontosan tisztában van azzal, hogy mi történik, miközben a másik nyilvánvalóan képtelen erre a fajta önreflexióra is. Amikor megvolt ez a téma, akkor onnantól kezdve tulajdonképpen egy nagyon hosszú DJ-szett után hazamentem hajnalban, és egy ültőhelyemben megírtam ezt a szöveget. Fiatal zenei producereit úgy szokás elképzelni, mint akik sápadtan üldögélnek egy képernyőkkel telepakolt szobában, ahol szintetikus üdítőket kortyogatva színes műanyag gombokat nyomogatnak. Mai csapatunk producerei minden tekintetben rácáfolnak erre az előítéletre, na gyertek! Ezért egy kifejezetten természetközeli meglepetést eszeltem ki számukra. Cuccokat hozzunk! Hozzunk! De azokra szükség lesz. Az az enyém, köszönöm! Bármi sejtésetek, hogy miért ide jöttünk? Hát... Azt azért említettem, hogy állatok. Igen. És kértem, hogy készüljetek hangfelvételre. Gyerekek, ez egy olyan állatfarm, ahol komoly filmes állatok. Tehát, hogy itt nálunk nagyobb sztárok vannak. Itt van például egy farkas falka. És az a tervem, hogy ez volt az alapkoncepció, mivel ugye ti mondtátok, hogy ti természet szeretők vagytok, ráadásul producerek, ráadásul hangemberek, hangmintákból, saját sound designból élő kollégák, hogy állathangokat fogunk felvenni. Buzás Krisztián és kedves Péter, azaz a Belau. Zenéjüket a természet alapvető elemei inspirálják, melyek közül számukra a legfontosabb a tenger. Első lemezük 2017-ben fonogramdíjat kapott, és dalaikkal már átlépték az 1 millió streamet is. A Belau nemzetközi siker, közel 200 koncertet adtak 23 országban. 2020-ban jelent meg második Color Wave című lemezük. Itt vannak a szarvasok? Itt lesznek hátul. Jó, innentől azt kérném, hogy Milán mindig úgy udvariasan menjen elől, jó? Jó. Sziadik. Na nem. Jaj. Ja, hogy ők ki akarnak. Szevasz. Lássuk. Ez igen. Na de várjál, most a legnagyobb agancsos az kiment. Van nevük? Hát neki pont van, ő az Ödön. Elég Ödön? Sok filmben szerepelt. Ödön? Ödön kérem. Ödön. Ödön. Legyen kedves. Fellépés lenne. Ödön. Jön. Gázsi. Vagy ők. Ödön. Na látod, itt egy barát. Na, várjál, akkor most lenyomom. Szia. Már csak egy hangra kéne bíztatni. Csupol a lába. Megy a felvétel, úgyhogy bármi lehet. Iszonyat mélyből, gyomorból ilyen death metal. Jó, ez meg van, szerintem. Én nekem lett egy barátnőm, vagy fiú. Jaj. Közelről egy ilyen végigsimítás, mit szólsz hozzá? Hát meg. Szerintem most vagytok a pályátok csúcsán, tehát ez a kis jelenet, ahogy álltok egy agancsnál, és te így csinálsz. De figyelj, ez kicsit, ebben valami cint lehet csinálni. Kacsából próbáltok valamit? Tudsz kacsául? De hát nyílik a szája.
Nem, már... Néma ez nem kacsa. Az, ez nem az. Valószínűleg ő néma filmekbe szerepelt. Igen. Amúgy ez tök érdekes dolog, hogyha mindent megeditálunk utána úgyis, kompresszáljuk, letisztítjuk, átrajzoljuk a hangképét, akkor tulajdonképpen van ennek jelentősége, hogy miből származik az eredeti hang? Hát én azt gondolom, hogy ki. Ennek az, hogy például mondjuk egy klep hangot az ember be is tud tenni, de mondjuk, hogyha önmaga vagy a zenekar tapsolja föl, szerintem az egy olyan lelkületet tud adni a produkciónak, ami lehet, hogy így nem kiaható feltétlenül, de egy olyan atmoszférát teremt, ami által egyedi lesz és valós. Legutóbbi lemezünknél több különböző ilyen természeti hangot, meg ilyen általunk felvett hangot raktunk bele ilyen-olyan módon, ami nekünk fontos, mert egy plusz személyes töltetet ad a dalnak. Na, házigazdánk! Sziasztok! Szevasz, Hajós András! Én ismerlek, Forkai Zoltán, hello! Forkai Zoltán, szervusz Krisztián! Szia, kedves Péter! Szia! Most állathangokat veszünk fel, a szarvasokhoz már Milán elvitt minket. De hát hallottam, hogy medve, farkas, hát azt oda azért nem mertünk egyedül. Nem mentetek be hozzájuk? Pedig aztán nem csinálok semmit. Szerintem a legrosszabb házőrzők, mindenkitől félnek. Na gyertek, akkor medvézünk egyet, jó? Gyertek előre nyugodtan. Nem. Mondom, nem bánt semmi. Nem. Úgy gyere. Nem kell tőle előre. Félni. Nem kell tőle félni. Most a hangot, a hangra koncentrálunk akkor. Igen, ne csukd már be azt az ajtót, nem tudunk kimenekülni, ha kell. Próbálj oda kimenni, oda úgyni. Mert annyira dzsunga-bunga vagy, hogy olyan koszos leszek, föl is veszem itt a fejemre ezt a bígyót. Most nem mondod, hogy te attól jobban félsz, hogy koszos leszel, mint hogy bánt? Miért bántana? Hát én, ha kicsit nagyobb lennék, én bántanálok. Tényleg? Aha. Megvéd. Bántani nem bánt, de megvéd. Volt már valaha, hogy összekaptatok? Ővele soha. Az öregtől kaptam egy sallert másfél éve. És az öregtől miért kaptál sallert? Mert túlhúztam. Ő 7 éves korában került hozzám, és már nagy volt, nem úgy, mint ez. Azt a mindenit. Ezt azért az öreg medvével nem csinálom már. És most játszott apuval egy kicsit. Hát igen, tehát magára rántott, látott. Valami hangot kéne adnod, de nem hátulról, hanem előről. Baba. Őket kéne hangra bírni, gyere. Lehet, hogy a vöröstől begajdulnak. Csináljak nekik valami? Többnyire színvakok, azt mondják. Aha. Ja, azért nehéz megítélni, hogy az vagy jó. Nem az. És de amúgy de ízlésük van? Nagyon. Mozgásban? Ó, micsoda. Baromi okosak. Ezekkel is csináltunk egy-két filmet. Ha hozol egy kis kenyeret és bedobáljuk oda a kis kocához, akkor lesz visítás. Mert őt el fogják kergetni. Tehát ő fogja adni a hangot már. Milán, ha nekem egy rántottát hozol kolbásszal, én is visítok. Neki, úgy. Eljel. Figyeld! Farkasoknál voltatok benne? Nem. Oda be akar jönni valaki? Nem. Én szívesen. Bejössz? Persze. Na gyere akkor. Andris, léci, csukd már be mögöttünk Zoli az ajtót, annyira jó? Lazán úgy, kezeli. Gyertek így. Ide letérdelünk egymás mellé. Egyet beszéljünk meg. Én leszarom, ha már cafatokra tépték őket. Ezt az ajtót, ezt nem nyitjuk ki, jó? Ezt is megsimízheted. Úgy, nyugodtan. Nekik is apuka vagy? Vagy tesó? Nekik is apuka vagyok, meg tesó, meg minden. Mindaddig, ameddig valamelyik nem akar ledominálni. És azt hogy véded ki, ha le akar dominálni? Kicsit kiabálsz vele, vagy? Hogyha látom, hogy dominálni akar, akkor kicsit sakkozni kell velük, ami azt jelenti, hogy kiveszem vagy a domináns állatot a falkából, vagy pedig azokat a cimboráit, akik támogatják az ő előre menetelét. Ha azokat kiveszem, akkor ő értelemszerűen lejjebb megy a rangsorba. Na, megpróbálunk összehozni egy vonyítást, jó? Segítetek nekem? Hogyne. Megpróbáljuk. Fia, az a lényeg, hogy jó hosszan vonyítsatok, és akkor lehet, hogy fognak válaszolni nektek ezek a jó madarak. Miért várjatok, segítek egy kicsit. Nem mondtad, hogy így kell. Van még hova fejlődni. Na, mi zenészek vagyunk, hát ha így mondod, akkor... Nem tudok, nincs váltóhangom. Legyetek kedvesek, ti is hülyét csinálni magatokból, jó? Ne csak én. Egy, két, há, négy. Mivel elég spéci a közeg itt, ezért most is felvettünk néhány hangot, amiből összeraktunk egy ilyen rövid kis, nevezzük beatnek.
És miket használtál? Ismerős hanggal kezdődik. Ismerős hang? Ismerős hangok zenekar? Vegyük végig. Szerintem ez valami fa, ez, két fa összeütés. Ez megmondom mi volt, amikor a szarvasok szaladtak. Aztán van klasszik, klasszik ügy. Aztán ez még... Ez is, amikor a szarvasok szaladnak. Ez csak ilyen morajlás, ezen atmoszféra. És akkor berakom egybe, igen? Hogy mi történik. Vagyan, ja? Röfögés. Na és hogyha erre egy picit rágitároznék, hát hogy valami... Hát vagy gitár. Most akartam kérni, vagy még kis... Vagy valami... De látok, ez a felállás egyébként, hogy inkább a te kezedben van a gép, és igen, te igen. Én megmondod. Hát én inkább megint a szövegben vagyok inkább a domináns, sőt. Hogy fogadjátok el egymás ötleteit? Mert azt látom, hogy nagyon össze vagytok hangolva, nagyon hasonló a rezgésetek. Hát 10 éves korunkban megismerkedtünk, és akkor azóta barátok vagyunk igazából. Kis hangerit. Anyám egy szarvas, apám egy medve. Testvéremnek a fején volt egy tetve. Állatok közt élünk, állatok vagyunk. Földből lehetőleg minél többet hagyunk meg gyerekeinknek, és akkor nekik is jó lesz a sertéseknek. Nem tudom, jó, oké. Okay. Szerintem ebből elég volt. Én most itt meg is ígérem, hogy az egyik ilyen hangot az belerakjuk a dalba. Azt nem állítom, hogy felismerhető módon lesz benne, de valami kis András vonyítását. Okos így akár azt. Ahogy a fönt lévő trekéteket nézem, nekem úgy tűnik, hogy ti abban, hogy a magyar popkultúrában rádiójátszás, meg ilyesmi, tehát hogy ebbe ti szerintem már beletörődtetek, hogy ezt titeket nem annyira érdekel, bár gondolom vannak hát, azért rádió által játszott dalaitok. Csak... Külföldön nagyon, itthon nem. Kopenhágában például tavaly az egyik dalunk az egy hónapig vezette a rádiós lejátszási listát, ami egy, hát az a helyi Petőfi, vagy az az ilyen National Radio. Látom, hogy komoly fiúk vagytok, komolyan veszitek, koncepciótok van, valószínűleg szerintem, ahogy elnéznek titeket, akár 5-10 évre való tervetek is, hogy hova szeretnétek eljutni. Na ez az, ami a dalfutárban nincs így, mert ugye itt a nagy titokzatosság van, ez mennyire feszélyez titeket? Nem mondom, hogy nincs bennem izgalom, de én szerintem elég nyitottak vagyunk, úgyhogy igazából bármilyen benne vagyunk. A zeneszerző verzióját meghallgatjuk, jó. Amiben nem ő, hanem egy segítője. Kezdek izgulni. Énekel. Hogy látom, hogy mások az akkord neked. Még nem? Nem, ez jó szerintem. Na? Nekem tetszik. Első reakció? Nekem tetszik elsőre, vagy legalábbis, hogy mondjam, ebből szerintem valamit majd sikerül majd valamit kisütni. Hát, na, én kimondom helyettetek, hogy ez egy ilyen furcsa körkörös dolog, ahol nem is nagyon hallani, hogy refréne az, vagy bridge. Igen, igen, ez átfolyik, ez kicsit ilyen önmagába forduló izé. Na most, ez itt nektek egy szabadságvonal. Viszont lett rá egy szöveg, ami meg nekem iszonyúan jól megoldotta ezt a problémát. Megpróbálom nektek valahogy rá, vagy közösen ráfejtjük. És a neon fények alatt ráhagytad, csak hazudjon tovább. Egyedül hidegek az éjszakák, és tök mindegy, hogy ő vagy más. Ígéri úgy a dögunalom fűtés fát, még nem tudom. Szóval, hogy szerintem most a esetlen kis interpretációmmal, de már érezhető, hogy úgy megfogta ezt a körkörösségét. Na, mit szóltak a szöveghez? Nekem a szöveg tetszik. Dalt hoznám közelebb a szöveghez egy kicsit így hangulatban. Hát az biztos. Az biztos, hogy... kicsit
az ének dallam az, azt így megvarja, meg lehet kicsit ilyen... Hát majd valószínűleg a helyszínen. Az ének hanga sokat fog számítani, de valami melankolikusabb irány szerintem jobban áll ennek a szöveghez, és én inkább a dalt hoznám ez a szöveghez. Most így első érzetre, de hát azt most még nyilván sokszor meghallgatjuk. Akkor nincs baj? Akkor nem löktök be a farkasok közé? Nem, hát azt majd utána. És ti sem ugrottok a medve alá. Jó, azt szeretném kérni, hogy hagyjuk abba a hülyeségeket, és foglalkozunk a komoly dolgokkal, jó? Tehát kérem Pénzze. Megint a medvereppet. Megvan. Figyelj, most meg lesz. Ez csak a leglényeget mondom el. Figyelj. Hát, tényleg. Wow. Nyó. Brú. Au. Kész. Jó. Nem kell semmi több. Sziasztok! Épp az utolsó simításokat végezzük a dalon, már jó pár napja ügyködünk rajta, hiszen újszerű az élmény. Hát meglehetősen nehéz feladat volt, mert azt gondolom, hogy aránylag távol esik tőlünk, különösen az éneknek a dallam vezetése, de megpróbáltunk egy olyan hangszereléssel előrukkolni, ami jellemző ránk, és szerintük egy olyan irányba löki tovább a dalt, amiben teljes valójában meg tud mutatkozni a benne rejlő. Hát nézzük meg egy keveset, aztán majd. Egy első erdőből így az űr felé halad a dal, egy kicsit olyan az érzete. Itt van egy kiállás, és ezután indul el igazából maga az az énekdallam, ami a dalszerző. Nagyon bízunk benne, hogy az énekes hidat tud képezni. Egy ilyesmi. Az első refrén az egy lighty. Ez ennyi. Reméljük, hogy tényleg valami jó sül ki ebből az egészből. Úgyhogy viszont hallásra. Sokat agyaltunk azon, hogyan csempészhetnénk be némi önkénteskedést az alkotókkal átélt kalandok közé. Bár szeretem az öncélú ökörködést, de tudom, hogy a zene és a dalfutár ennél sokkal többre is képes. Ezért mostantól törekszünk arra, hogy olyasmiben is részt vegyünk, ami másoknak segít. Hol megkenünk pár tucat szendvicset, hol lakást újítunk fel, vagy épp éneklünk egy kicsit. Hello, hogy vagy? Kicsit fogok hallunk. Mondom, hogy vagy? Testőpontú! Itt van Gizinyelmény! Testőpontú! Hoppá! Na, mit gondolsz? Látod a táblát, hogy hova jöttünk? Látom a táblát. Ezért kértem, hogy szépen öltözzünk ki. Igen. Figyelj, volt már fellépésed idősek otthonában? Most hirtelen azt láttam volna le, hogy igen volt, de lehet, hogy nem volt, mégsem volt. Na, még nincsenek itt, de lesz egy kis közönségünk, és itt fogunk fellépni. Csobot Adél. Énekes, színész és tévés. Gyerekkorában az éneklés mellett táncolni is tanult, színjátszókörbe járt és modellkedett is. A 2012-es X-faktor döntőseként figyelt fel rá a nagy közönség, és azóta is folyamatosan kamatoztatja sokoldalú tehetségét. Az éneklés a színpadi és filmszerepek mellett számos tévéműsorban láthattuk szereplőként és zsűritagként. Tegye föl a kezét, aki szereti a zenét! Hát azért jöttek el. Tegye föl a kezét, aki szeret minket, kicsit kevesebb kéz lesz. Jaj, de aranyosak! Kinek van jó hangja? Ki az, aki szeretett...
Igen. Rám ne számítsanak meg. Jó. 10 kilométeres körzetben minden élő lény. Nos, említettem, hogy egy különleges műsort hoztunk. Ez valójában nem is egy műsor, hanem szeretnénk önöknek megmutatni egy érdekes játékot, amit aztán nélkülünk is, amikor mi már elmentünk, játszhatnak. Ezt úgy hívják, hogy karaoke. Ki hallott már erről? Karaoke. A karaokének az a lényege, hogy egy berendezés rá van kapcsolva a tévére, azért van az önök tévéje ide kirakva, és mindenféle ismert daloknak az alapja, a zenei része szól, írja a szöveget, meg se kell tanulni a szöveget. Ki az, akinek van memóriája még? Aha, kevesebben. Ki az, akinek nincs? Én a saját dalszövegeimet se tudtam megtanulni soha, és ez a remek berendezés egy segítőtársal, aki egyébként itt van velünk, Kukurusnyák György, Kuksi, ceremónia mester. Az ő segítségével koncertet lehet adni. Hát ezzel fogunk Adéllal megpróbálkozni. És na hát akkor kérem szépen kezdődjék a műsor egy olyan dallal, amit bizonyára mindannyian ismernek. Lehet velünk énekelni. Kuksi, rajta! Te rongyos élet, bolondos élet, mitől tudsz olyan édes lenni, mint a méz? Te rongyos élet, bolondos élet, leszokni rólad, Istenem, milyen nehéz! Zajd meg, messzi jöv, ides is, amit válaszolom, az is szimpla dolog. Lányban száz, aki féle cicáz, de az életben csak egy lejátsz. Valahogy, nehogy elfeledjen, a szemeddel s a szíveddel. Kideres még az ürökében azt az egyet, az, aki néked kér. Jövő van mi! Kicsit rosszul vagyok, azért álljunk le! Hoppá! Hoppá! Köszönjük szépen! Cserháti Zsuzsa neve azért talán mond valamit önöknek is. A Horváth Csárlival énekelt, ő rá is emlékszünk, ugye? Még mindig énekel sajnos, 53 jó Istennek. A száguldás Porsche szerelem az egy olyan életérzésről szól, amit egyikünk se ismer. Én például még sosem ültem Porsche-ba. Nekem Porsche-m sose volt, szerelem nagyon régen volt. Emlékeznek még az első szerelemre? Igen, persze. Jó ide, jó. És ő emlékszik rá? Hát azt honnan tudjuk. Hogy? Nem tud az emlékszik. Ja. Hát úgy könnyű. Nem emlékezik. Azt mesél, amit akar. Alig várom már, hogy én is az első nőimről azt mesélhessem. Ah, de Sharon Stone, az hogy szeretett engem. Meg a Barbara Streisand. Száguldás, Porsche szerelem, száguldás, Porsche szerelem, száguldás. Szikrázik a biliás, és egy Porsche olyan elegáns, fényes krómacél, tükrös. Ezt együtt kell. Bombás utakon édes, szerelem éles, kanyarukán táncolva, felkült a motorrajtokon, a soronja szemű csak egyszer nagyon magas. Minden sugaralom az erdő, fondros hajnal a szélben, két szám sugarat fenn a felhő, táncol kacag a fényben. Köszönjük szépen! Korda György Barázs Kájtól a Mamma Maria Ma című dal következik. Először gyakoroljuk, kérem Adél, hogy tudsz-e úgy nézni rám, ahogy Klárika néz Gyurikára? Igen, én is meg akarok úgy nézni rád, ahogy Gyurika néz Klárikára. Jó? Jó lesz. Jó lesz? Akkor ezt próbáljuk fenntartani a dal közben. Ha nem hiszel nekem, majd megbánod végül. Ah, ez közben magasabb lett. Ezt te énekel. Ja, bocsánat. Ha nem hiszel nekem, nos akármit tettem. Elhiszed ugye, hogy ezt nem mondod nekem. Manapság mindent lehet. Bam, bam, Maria, bam, 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 bam. Bam, bam, Maria, bam, 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 bam. Bam, bam, Maria, bam.
mamma. Kedves Klárikám! Úgy szeretlek! Én is úgy szeretlek téged, annyi éven keresztül kitartottál mellettem. És te is mondhatod. És a belőlem keletkező jogdíjak mellett is. Nem volt nehéz. Köszönjük szépen! Biztos emlékeznek Hofi Géza nagy slágerére, próbálj meg lazítani. Jöhet a végére? Van a kedve valakinek feljönni ide már mellénk a színpadra? Esetleg egy kis tánc? Hölgyem? Nem tudok rá most, hogy comnyakgyörésem volt. Hát úgy nem könnyű. Igen. És segítsen! Képzelj el, hogy én comnyakgyörés nélkül se tudok táncolni. Az mekkora dolog. Öreg harcos, ne feszítsd túl az íjadat. Hey, a kőszíved megszakad. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan csinálj. És aztán megint mehet minden tovább. Dodojdi baj, azt lekéstem, mama, hedem, dinamá. Ja, puf, na, érde. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Először is hivatalosan adjuk át akkor mi is a ajándékunkat. Gyakoroltam. Picit esetleg elszomorodnak azon, hogy mások milyen buták játszanak ezzel a karaoke géppel, rengeteg vidám dal van benne, rengeteg érzelmes dal is, és kívánjuk, hogy érezzék jól magukat a muzsikától egy kicsit. Köszönjük szépen! Figyelj, annyira mindig is szerettelek, meg bírtalak, egy életre megvettél, ezt annyira értetted, hogy ez miről szól, és olyan tündéri voltál, és köszönöm, nagyon köszönöm. Én köszönöm neked. Közben annyira meghatódtam, hogy majdnem nem tudtam folytatni láttam tovább az éneklésre. Tényleg ott volt, hogy most fog kisordulni az óriás krokodil köncsebben. De közben tök profin tartottad a mosolyt. Igen, tehát folytatni kell. Az azért, hogy mozogni és énekelni egyszer, az nekem, amikor még koncerteztünk is, néha gondot okozott, nehéz meló fizikailag. Ez egy nagyon nehéz meló. Én operetben még nem játszottam, zenés darabban viszont igen, és már megtapasztalhattam azt a színpadon élesben, hogy milyen az, amikor táncolnod kell, figyelned kell a koreográfiáját, és közben még énekelned élő zenével. Tehát, hogy az egy ilyen különleges tapasztalás, és amúgy erre gyúrni kell. És ezzel nem szoktak megtalálni, hogy te túl kislányos vagy bizonyos feladatokhoz, vagy azóta, mióta már anya vagy, elfogadták? Én élvezem azt, amikor 16-nak néznek. És remélem, hogy ez még jó sokáig így van. Én is élvezem. Múltkor is fákja azt. Múltkor is 56-nak néztek. Tehát ugye látod, hogy itt van nálam egy dal, és már izgulsz, de én ezt oldani akarom egyrészt. Na, igen. Mostanában mi a világod? Ami mindig elkap, az a bossanova. Amikor hallok egy olyan ritmust, akkor azonnal így visz magával, és azt hiszem, hogy de jó lenne erre valamit ráénekelni, de különben nem tudnék neked, és amúgy nagyon-nagyon régóta nem tudok már így megfogalmazni zenét, hogy mi az, ami konkrétan, és ez valószínűleg annak köszönhető, mert keresem magam ebben. Aha. Mivel még nem volt az, hogy megjelent már egy, nem tudom, két lemezem, és annak volt egy féle stílusa. De ezt szeretnéd ezt a pillanatot? Vagy szóval ide egyszer szeretnél eljutni, hogy a saját lemez, ami te, akár te írod, igen, vagy veled együtt egy csapat írja? Igen, nagyon vágyom arra, hogy végre ez megszülessen, hogy eljussak oda addig az érzésig, hogy tudod, hogy így ez az enyém. És hogy olyan, amilyen, de ez az enyém. A dalfutár azt hiszem viszonylag egy extrém helyzetet teremt azáltal, hogy olyan emberekkel kell létrehozni valamit, akiket nem ismerek, akiknek az ízlésvilága lehet, hogy nagyon távol áll az enyémtől, és valahogy van benne egy ilyen kis kockázat, és valószínűleg azért is érzem ezt, mert azt hiszem, hogy még az útkeresésben vagyok azon a téren, hogy én ki is vagyok a zenében valójában. Mit szeretnél előbb tudni? Dalt? Vagy dalszöveget?
Nehéz döntés, de inkább dalszöveget. Köszönöm. Egész végig téged várt, nem is hinnéd, mennyit járt miattad másokhoz, amíg rá nem jött, hogy nem kell senki más. És a neon fények alatt ráhagytad, csak hazudjon tovább. Na, mit szólsz? Őrület, ez egy költői kérdés, ez az egész, nem? Egy nagy költői kérdés. Nincs bajom vele. Tehát, hogy ez egy olyan dalszöveg, azt hiszem, amivel elég könnyedén meg fogok tudni barátkozni. És neon fények alatt ráhagytam, hazudjon tovább. Valahogy így szerintem. És az a rettenetesen nyílott pupilla, a mosolytalan arcod, és a hátra feszülő felsőtested, az most... annak a jelzése, hogy te most bántad meg, hogy igent mondtál neked? Dehogy is, nem. Nem, csak várom az érzést, hogy mit fog ez most bennem elindítani, meg hogy így milyen irányba fog a fejemben elmenni ez a zene. Nyilván ez most csak egy aprócska kis, hát nem tudom, szösszenet volt az, amit kaptam ebből, vagy íz, amit úgy megpróbáltam elkapni ebből, amit András megmutatott nekem. Hát ezt ízlelgetni kell, azt hiszem, meghagyni, hogy így átmenjen rajtam, és aztán majd valami kialakul valószínűleg bennem. Ja, és még az is változhat, hogy a producer megüzente nekem, hogy az énekes nyugodtan eltérhet a dallamtól. Nos, ebből mutattam egy kis csokrot neked a karaokézás közben. Szóval szerintem most ne kezdjél körcsösen megtanulni ezt így, ahogy hallod, hanem még akár azt is mondom, hogy tedd félre, vagy értelmezgesd, vagy szeresd meg. Igen, igen, igen. Ezen leszek, rajta leszek mindenképpen. Jó. Együtt van hát a hatodik évad első csapata, a rutinos rocker, az álmodozó értelmiségi, a természetrajongó producerek és a sokoldalú tündér. A dal is kezd formát ölteni, bár az is világos, hogy bőven lesz tennivaló a stúdiónapon. Aki már is meghallgatná a végeredményt, az szokás szerint megteheti a www.dalfutár.tv-n, ha leszurkolja türelmetlensége csekélydíját. Mindenki más egy hét múlva ingyen megnézheti a folytatást itt a YouTube csatornánkon. Az évad gurul tovább, lesznek új dalok, nagy pillanatok, könnyek és mosolyok, és néha persze hibák is. Mert ahogy a költő mondja, ha hibázunk is, meg neves érte, hisz a tökéletes a jó ellensége. Újat alkotni jó. A műsor és a tehetségek támogatója a Samsung. Aldi, a friss hazai ízek és dalok támogatója. A Dalfutár mobilitási partnere, a Skoda.